Köszöntelek, Jónásné Zsuzsa vagyok, önismereti és párkapcsolati trénerpedagógus. Nagyon sok bántalmazott embernek dilemmája az, hogyha szeretné otthagyni a bántalmazóját, és ezt mondjuk hirtelen kell megtenni, akkor hogyan tegye? Mit vigyen magával, mit hagyjon ott, és hogy egyáltalán mit csináljon, amikor vészhelyzetben van? Erről szeretnék néhány fontos információt megosztani veletek. Amikor eldöntöd azt, hogy el fogod hagyni a bántalmazódat, még mielőtt ezt megtennéd, készíts részletes tervet az induláshoz. Írd le, tervezd meg, hogy hová akarsz menni, tervezd meg azt is, hogy mit fogsz magaddal vinni. És nem csak azt, hogy milyen személyes dolgokat viszel magaddal, hanem más fontos dolgokat is el kell készítened az útra. Ez azért is fontos, mert hogyha sietve kell távoznod, vagy nagyon nagy veszélybe forogsz, és akkor kellene összepakolnod a holmidat, akkor biztos nem azon lenne az eszed meg az erőd, hogy te a holmidat összepakolj, ezért jó azt előre elkészíteni. Először is, amikor már készülsz arra, hogy elhagyod a bántalmazódat, már jóval előtte, amikor már bántalmazott téged, akkor őrizd meg minden bizonyítékot, dokumentáld, fényképezd le, mindenképpen menj orvoshoz, kérj tőle orvosi igazolást a bántalmazásról. Ha kell, menj be kórházba, kérj ott is látleletet. Őrizd meg azokat a fényképeket, amelyeket akkor készítettél, amikor mondjuk összetört valamit, megrongált valamit, vagy szétdobált dolgokat. Tehát ezekről az erőszakos epizódokról legyenek bizonyítékaid. Írj róla nem igazán naplót, hanem egy visszaemlékezést, vagy tehát időpontokban rögzést, hogy mikor mit tett veled, milyen következményekkel járt, és ezt a kis jegyzetfüzetet mindenképpen vidd magaddal. Most már ugye sokkal egyszerűbb a telefonon ezeket megtenni, mert ott is lehet jegyzeteket készíteni, ott is lehet tehát a fényképeket készíteni, videókat készíteni, hangfelvételt készíteni egy-egy veszekedésről, egy-egy balhéról például, és ezeket mindet lehet dokumentálni. Aztán nagyon fontos az is, hogy amikor arra készülsz, tehát tervezed, hogy elmenj, akkor fontos dolgokról gondoskodjál. Gondoskodj arról, hogy ott legyenek a megfelelő irataid. Tehát személyazonosító irataid, TB-kártyád, hitelkártyáid, fizetési kártyád, vezetői engedélyed, ha szükséges az autóforgalmi engedélye, ha gyerekkel mész, akkor legyenek ott a születési anyakönyvi kivonatok, a gyerek társadalom biztosítási kártyája, különféle iskolai nyilvántartások, igazolások, védőoltásoknak a másolatai, legyen benne a készenléti táskádba, ha van útlevered, zöld kártyád, aztán biztosítási információkról szóló kis feljegyzések, nagyon fontos iratok, mint például a házassági anyakönyvi kivonat, vagy bármilyen bírósági végzés, ami arról szól, hogy te esetleg korábban feljelentetted a bántalmazódat, vagy távolságtartási végzést kértél a bíróságtól. Ezek az iratok, vagy legalábbis a másolatok mindig legyenek ott a táskában. Legyenek ott a bankszámla adataid, a fizetőkártyáidnak a számait rögzítsd valahová, aztán azokat a számlákat és próbáld lefényképezni, ami azt bizonyítaná, hogy a bántalmazott például rendszeresen nem fizette be a rábízott számlaösszegeket, mert ezek a későbbi tárgyalások során, vagy eljárások során nagyon fontos lehetnek, és nagyon jó bizonyíték erejűek lehetnek. Aztán gyűjtsd össze azoknak a barátoknak, rokonoknak, orvosoknak a telefonszámát, címét, akikben megbízol, akiktől segítséget tudsz kérni, írj fel fontos adatokat, mint például elérhető orvosi rendelőknek a telefonszámát, címét, taxiszolgálatoknak a telefonszámát, vagy családon belüli erőszakkal foglalkozó helyi szervezeteknek a telefonszámát, címét írd oda. Készítsd el önmagadnak és gyermekeidnek a szükséges váltóruhát, azokat a gyógyszereket, amiket rendszeresen szedsz te vagy a gyerekeid. Ezek mind-mind nagyon fontosak. És amikor arra gondolsz, hogy el fogsz menni, és lehetőséged van arra, hogy
te ezt a kis csomagodat összekészítsd, akkor ezt próbáld olyan helyen tartani, ahol nem feltűnő, vagy ahová a bántalmazód nem jut hozzá, nem tudja megnézni, nem tudja felhívni rá a figyelmét, hogy te mire készülsz. Esetleg egy szomszédnál, családtagnál, barátnál, munkatársnál helyezd el ezeket a személyes holmikat, vagy az iratokról készült másolatokat, mert ez nagyon fontos a vészhelyzetben. Mert vannak helyzetek, amikor annyira erős a bántalmazás, hogy nincs idő arra, hogy pakolásszunk, gondolkozzunk, hanem gyorsan kell cselekedni. Ilyenkor nagyon hasznos az, hogyha van egy extra autókulcsod, hogyha például autót vezetsz, vagy napi szinten gondoskodsz arról, hogy az autódban megfelelő mennyiségű benzin legyen, hogy bármikor tud azt használni, vagy ha látod, hogy nagyon nagy veszélybe vagy, vagy közeleg a nagy veszély, akkor úgy állj be az autóval, hogy ne tolatni kelljen kifelé a garázsból, vagy az udvarból, hanem rögtön egyenesen orral kifelé, tehát ilyen kis apró dolgokra is figyelj oda, amikor készülsz elhagyni a bántalmazódat. Aztán próbálj pénzt félretenni magadnak, megspórolni összegeket, vagy pedig külön számlát nyitni, és azon gyűjteni azt a pénzt, ami téged illet, és nem a bántalmazódat. Amikor el akarod hagyni a bántalmazót, és arra készülsz, hogy elmész, akkor általában nem az a legfontosabb, hogy mit hagysz ott magad után, mert a tárgyakat lehet pótolni, még akkor is, hogyha nagy anyagi veszteség éri az embert, de az emberi életet, vagy a gyereknek az egészségét, épségét, azt nem lehet pótolni. Ha arra szánod el magad, hogy elmész, akkor menj el, amikor a bántalmazód a legkevésbé számít rá, amikor nem tud készülni rá, és ilyenkor, ha ő zavarba jön, vagy esetleg, tehát az van benne, hogy nem tudja, hogy hová mehettél, vagy vár arra, hogy mikor jössz vissza, akkor te ezzel időt nyersz ahhoz, hogy minél messzebb kerülj tőle. Ha a gyerekeidet magaddal akarod vinni, akkor célszerű az eltávozás előtt beszélni olyan gyámügyesekkel, olyan szervezetekkel, vagy ügyvéddel, aki kimondottan ilyen ügyekkel foglalkozik, hogy nehogy az legyen, hogy a bántalmazó, a gyereknek a másik szülője az téged akár emberrablással, vagy bármilyen más gyermek elleni erőszakkal, vagy kényszerítéssel vádoljon. Tehát ennek a pontos menetét, hogy viheted el a gyerekeidet, mit kell tenned, milyen engedély kell hozzá, ezeket is jó, hogyha előre megérdeklődöd. Az is jó, hogyha van olyan telefonod, amiről a bántalmazód nem tud, annak a telefonszámát se tudja, ennek a telefonszámát csak nagyon bizalmas barátoknak ad ki, illetve a meglévő telefont, amit ismer a bántalmazó, azt vagy hagyd otthon, ahonnan eljössz, vagy pedig ne hívj rajta, mert ugye most már nagyon jól be lehet azonosítani, hogy hol van a telefonnak a használója. Ha viszed a gyerekeidet magaddal, akkor nagyon fontos, hogy már jó előre beszélj erről a tervedről velük, és beszéld meg azt, mondd el nekik, hogy az ő biztonságuk a legfontosabb, és nem az, hogy ők téged fizikailag védjenek. Magyarázd el nekik, hogy nem kell nekik bekerülni közéd és a bántalmazó közé, és nem kell nekik fizikailag megfékezni a bántalmazót, hanem az az elsődleges, hogy saját egészségüket, saját testi épségüket védeni tudják. Beszéld meg a gyerekeiddel, hogy soha nem helyes az, hogyha valaki erőszakos, hogyha valakit bántalmaznak, és mondd el azt is nekik, hogy az erőszak nem az ő hibájuk, és nem a te hibád. Mondd el, hogy te nagyon szereted őket, és szeretnéd őket biztonságos helyen tudni. Ha úgy gondolod, hogy a gyerekeid képesek arra, hogy egyedül elhagyják a házat és segítséget tudnak kérni, akkor beszélj meg velük a lehetséges helyet, hogy hova mehetnek, készíts tervet arról, hogy mit mondjanak, mit csináljanak, amikor odaérnek. Ha úgy vagytok összezárva a lakásban, hogy a bántalmazó téged és a gyerekeidet nem enged ki, és szeretnéd a gyerekeidet biztonságos helyen tudni, akkor beszélj meg velük, hogy a lakásnak melyik része az, amelyikbe visszahúzódhatnak. Ez legyen olyan hely, ami belülről zárható ajtó, legyen rajta ablak, ha olyan helyen van, ahol mondjuk a gyerekek ki tudnak rajta mászni, vagy legyen
esetleg egy olyan kiárat, amin ki tudnak menni, vagy segítséget hívni. Nagyon sok gyereknek van már mobiltelefonja, ezt is beszélnek velük, hogy mikor és hogy használják. Ha nagyon szemfüles a bántalmazó, és mindenre nagyon-nagyon odafigyel, akkor is meg lehet a gyerekekkel beszélni egy kódszót, egy jelet, valamit, ami arra figyelmezteti őket, hogy veszély van, bántalmazás van, meneküljenek, vagy kérjenek segítséget. És mindenképpen tudatosíts náluk, hogy azzal, hogyha ők odaállnak közéd és a bántalmazó közé, azzal nem fognak téged megmenteni, de azzal, hogyha segítséget kérnek, akkor igen. Ha nem lehetséges, hogy a házat elhagyják az életkoruk, betegségük, erejük, korlátozottságuk miatt, akkor, ahogy mondtam, határozz meg egy biztonságos helyet a házba, ahová bemehetnek, és hogyha lehetőségük van rá, akkor jelez nekik azt, hogy hívják a segélyhívó számot, vagy a rendőrséget, vagy a mentőket, vagy a házi orvost, vagy valamelyik. Tehát valakit, aki be van írva a te telefonkönyvedbe, vagy az ő telefonkönyvükbe, és tőle kérjenek segítséget. Ha biztonságos helyen vannak a gyerekeid, tehát sikerült a házból kimenniük, sikerült nekik segítséget kérni, akkor nagyon fontos az, hogy keresd meg őket, hogy hol vannak, menj utánuk, nyugtasd meg őket, és biztosítsd arról, hogy nem kell nélküled végigcsinálni nekik ezt a nagyon nehéz helyzetet, hanem mondd el nekik a lehetőséget, hogy hová fogtok menni, mit fogtok csinálni, mit vársz tőlük, hogy viselkedjenek, mibe segíthetnek. Adj nekik feladatot, mert abban érzik, hogy ők is tehetnek valamit saját magukért, és érted, és akkor nem fogják érezni a tehetetlenséget, nem fogják érezni a szorongást, a páni félelmet, hogy nagyon félnek a bántalmazótól. Ha kijutottatok a lakásból, és mondjuk autóba tudtatok szállni, vagy olyan helyre tudtatok menni, ahol biztonságban vagytok, akkor gondoskodj arról, hogy a bántalmazód minél nehezebben találjon meg. Tehát régi telefonodon, ismert számodon ne hívj senkit. Ne menj olyan emberhez, akiben nem bízol meg. Aztán, hogyha úgy gondolod, hogy kevés a pénzed, próbálj felkeresni olyan például lelkészi hivatalokat, vagy önkormányzatokat, ahol különféle támogatásokat tudnak nyújtani, vagy esetleg, ha nagyon-nagyon szükséges, egy menekült szállót, vagy bármilyen más helyet, ahol akár magadat, akár a gyerekeidet biztonságban tudod, akár egy-egy pihenő éjszakára is. A jogi dolgok nagyon fontosak, hogy tisztában legyél azzal, hogy milyen jogaid vannak, gyerekeidnek milyen jogai vannak, és azt, hogy hova fordulhatsz, illetve kik azok az ügyvédek, vagy kik azok a segítők, gyermekügyesek, vagy családgondozók, védőnők, orvosok, akikhez fordulhatsz, amikor bajba vagy, és amikor segítséget kérsz a gyerekeidnek és a magad számára. Tehát mindig mondd el a gyerekeidnek, hogy ez nem az ő hibájuk, mindig mondd el nekik, hogy szereted őket, és mondd el nekik azt is, hogy nyugodtan kifejezhetik az érzéseiket, elmondhatják a véleményeiket, mert a gyerek nagyon hamar összezavarodik, nem tudja, hogy melyik szülőnek a pártjára álljon. Azt is mondd el nekik, hogy nem kell senkinek a pártjára állni, hanem az a lényeg, hogy ők jól legyenek, biztonságban legyenek, és minél kevesebb stressz érje őket. Ha szükséges a megfelelő gyógyszerekről, orvosi ellátásról, próbálj meg gondoskodni. Ha mást nem tudsz, akkor segélyhívón kérdezd meg, hogy mit csinálj. A gyerekeknek a stressz csökkentésére nagyon jó dolog az, hogyha el tudod küldeni őket barátokhoz, ismerősökhöz, rokonokhoz, később, amikor már biztonságos helyen vagytok, akkor ha tudják folytatni a tanulmányukat, akkor ott folytassák, kapcsolódjanak be az iskolai tevékenységekbe, sportba, művészeti tevékenységbe és egyéb dolgokba. Ha pedig iskolát kell nekik váltani, akkor pedig beszélj meg velük, hogy ez nem azért van, mert ők rosszul viselkedtek abba az adott iskolába, kell egy új iskola, hanem azért, mert ez a biztonságukat fogja szolgálni.
és azt is beszéld meg velük, hogy ha új iskolába kerülnek, vagy akár a régibe vissza, hogy kik azok az emberek, akikkel elmehetnek, kik azok, akikkel nem mehetnek el, hogyan értesíthetnek tégedet, hogyha veszélybe vannak, vagy ha nem tudják, hogy mit csináljanak. Tájékoztasd az iskola vezetőséget, vagy az osztályfőnököt arról, vagy a napközis nevelőt, hogy mi a teendő ilyenkor, amikor például olyan ember megy el a gyerekért, aki veszélyezteti a gyereknek az épségét. Nagyon fontos az is, hogy olyan helyeken próbáld meghúzni magad és a gyerekeidet biztonságba helyezni, ami elég távol van a bántalmazótól, de ha nem tudsz tőle távol lenni, akkor kis apróságokra figyelj oda, például ilyen dolgokra, hogy ne menj azokba a boltokba, például ahova addig jártatok, vagy ahová tudja a bántalmazót, hogy járni szoktál. Ne menj ugyanazokba az időpontokba, ne legyél kiszámítható. Ne menj olyan emberekhez, akikről tudod, hogy befolyásolni tudja a bántalmazó, vagy adatokat, tényeket tud tőlük kicsikarni. Tehát nagyon fontos dolog az, hogy változtass a szokásaidon, változtass a gondolkozásodon, változtass azon, hogy már ne a bántalmazáshoz, vagy a bántalmazód igényeihez mérd magadat, hanem a saját magad és a gyerekeid igényét vedd figyelembe. Ha szükséges, akkor beszélj a munkáltatóddal, hogy ő milyen támogatást, milyen segítséget tud adni, vagy a gyermekjóléti szervezeteknél, vagy az önkormányzatoknál, hogy milyen gyors segélybe tud benneteket részesíteni, és kérd ezeket a támogatásokat, ezeket a segélyeket, mert lehet, hogy pont olyan időben kellett nektek elhagyni a lakást, vagy elmenekülnötök, amikor nem volt idő arra, hogy mondjuk a téli cuccot összepakoljátok, de szükségetek van rá, akkor ezeket meg kell venni. Tehát nagyon sok mindent át kell gondolnod azután, hogyha elmentél a bántalmazótól, mert lehet, hogy már anyagilag nem lesz olyan felhűtlen az életed, lehet, hogy nagyon sok mindent neked kell a gyerekednek megteremteni, és ez bizony az egész életvitelnek az átszervezését igényli. Ha azt veszed észre, hogy a bántalmazás miatt, illetve a bántalmazó elhagyása miatt a gyerekek nagyon kóros, nagyon egészségtelen lelkiállapotban vannak, akkor mindenképpen próbálj meg nekik segítséget kérni, nekik is terápiát, kezelést, pszichológust, gyermeksegítő csoportokat próbálj keresni. Mindenre nagyon-nagyon jó lehetőségek vannak az interneten, nagyon sok olyan dolog van, akár amit az interneten, vagy az okostelefonon online is meg lehet oldani, vagy online is részt lehet venni bizonyos dolgokban, ezeket ismert meg, még azelőtt, mielőtt elmennél, vagy elvinnéd a gyerekeidet. Remélem, hogy hasznos volt ez a kis összefoglaló, ez a kis tájékoztató. Kérlek, hogy ha tetszett, lájkold, oszd meg, iratkozz fel a csatornámra, ne felejtsd el a szuper köszönet szívecske gombot megnyomni, várlak a Nárklub tagsági videó megtekintésében, ahol egyetlen egy szintet találsz az exkluzív videótárat, ahol 25 videó van fent, mind a 25 videót megtekintheted, mihest csatornatag leszel, kattints a tagsági gombra, és ott a YouTube végigvezérel ennek a menetén. Köszönöm, hogy velem voltál!